Szeretnék mutatni néhány életképet az 1980-as évekből, ugye? Szakmai konferenciával indult az első nagyecsedi cigányfest. A településen az autentikus cigánykultúra megőrzése és átadása kiemelt jelentőségű. A háromnapos összművészeti fesztivál célja, hogy a jellegzetes helyi tradíciókat hitelesen mutassák be a szélesebb közönségnek. Ezzel a rendezvénnyel azt szerettük volna elérni, hogy ne csak a nagyecsedi cigánytáncokat ismerjék meg az emberek, hanem vele együtt a cigányzenét is. Hiszen a nagyecsedi cigányságról mindig elmondják, hogy olyan kultúrát őriznek talán a korábbi ecsedi láp elzártságának köszönhetően is, ami nagyon autentikus formában megőrizte a régmúltat, és ezt nem csak a tánc által kívánjuk megmutatni, hanem abban is, hogy nagyon híres zenészek származnak innen, és ők is ezt az autentikus vonalat képviselik, úgyhogy ezt együtt szeretnénk megmutatni a közönségnek. A nagyecsedi táncokat a színpadon is láthatta a közönség. A helyi cigány és magyar tradíciók a nemzeti kulturális örökség részei. A többnapos fesztivál résztvevői és fellépői között több Európa és világszerte ismert művész szerepelt. Varga Gusztáv, a KIAG alapító elnöke szerint az ilyen rendezvények hidat építhetnek a különböző kultúrák között. Nagyecseden születtem, és olyan jó érzés hazajönni, jó érzés újra visszatérni, és nagyszerű ez a kezdeményezés, hiszen az egyik legfontosabb lépés a társadalmi kapcsolatok felelevenítésében és a legjobb kulturális híd megépítésében az egyik legfontosabb lépés. Kultúrával lehet legjobb békét teremteni. Én azt mondom, hogy a kultúra a béke hídja, és a kultúrával nagyon sokat lehet segíteni olyan emberekben, akikben megszületett egy negatív előítélet, és kultúrával vissza lehet hozni őt, mert ha nem ismerjük egymást, félünk egymástól. Ha megismerjük egymás értékeit, ezek nagyon fontos lépések, hogy tisztába tesszük egymásnak a gondolatmenetét. Tisztába rakjuk a kulturális értékeket, és így kapcsolat teremtődik meg. A zene, a tánc, ugye a kultúra nyelve és a diplomácia nyelve. A táncos zenés produkciókon kívül többek között kiállítások is várták a közönséget. Váradi Gábor festőművész alkotásai mellett Kocsis Csaba fotográfus fotósorozatát is megtekinthették a látogatók.